Sziasztok! Hát nem véletlenül látjátok most a falat. Szeretnék nektek átadni egy érzést, hogy milyen érzés, amikor belépek ide a stúdióba. Egyébként egy rettenetesen szívmelengető érzés, meg egy kicsit ilyen nosztalgikus, meg kicsit olyan időutazós, mint hogyha amikor meglátom ezt a szerkezetet, mintha nem is tudom, mintha visszaugrottunk volna egy ilyen évet, abba a korszakba, ugye, ahol készül e, készült gyakorlatilag ez a jármű, olyan 80, a 80-as évek elején. Na de mutatom, hogy milyen érzés, amikor én így ide belejövök. Én mindig meglátom ezt, és mindig ide kell jönnem, hogy megnézzem közelebbről. Hogy Jézus, hát ez nem volt csúnya. Ez nem volt csúnya, nem lehetett csúnya a 80-as években, és most sem csúnya. És nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyen szép lesz. Ö, egyébként ez a videó, ez, 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 amiatt ö, kezdtem el, mert egy ilyen helyzetjelentés lesz, hogy igazából mi van a csatornán, meg mi lesz, meg hogy tervezem. Viszont szóval bejöttem ide, és azt gondoltam, hogy ezt be kell mutattam. Ezt szóval meg kell mutatom, hogy bejöttök, és akkor ide jöttek, és Jézus Mária, hát ez itt van. Nézd már. Sokaknak lehet, hogy ez csak egy, csak bobetta, de, de ez maga 80-as évek. Ez 80-as évek eleje. Olyan, mintha tényleg időt utaztunk volna, és, és egy, egy új Java uh, jáva 207-es bobetta lenne itt, úgy a szemet nézne velünk. Egyébként nekem nagyon teljesen nosztalgikus érzés. És szerintem ez a jármű, ez, ez, ez tényleg nem volt csúnya maga korában. Bandikával beszélgettem, nem is tudom, egyik nap már, nem, mert összefolynak a napok egyébként, mert a napjaim úgy telnek, hogy, hogy rohanás, minden meló, szerelei és videókat is próbálnék csinálni. Igen, FS videókat is próbálnék csinálni, fs is mindjárt lesz szó. De, de először élvezzük ki ezt a pillanatot, nekem ez nagyon bejön. Nem. nem, azért, mert én csináltam, és nem is tényleg, ez nem egoizmus, hogy ha másnál látnám, akkor is azt a battyus. de aztán nem kis pályázó dolog lenne, tetszik. Tetszik ez a babszín nagyon. Egyébként, euh, hogy hogy állok vele? Új, mert még nem került fel a videó, egyébként fel van véve a szerelés folyamata eddig, nincs kész, ez olyan 80%-osan vagyunk most, hát 70 inkább. Ezek csak rá vannak ide dobva, azért, hogy megnézzem, a tank sincs felszerelve egyébként, csak hogy megnézzem, hogy hogy állunk, hogy néz ki majd inkább. Egyébként a motor, a hátsó kerék, az első kerék, a sárvédők, a lengés csillapítók, a légszűrő, a karburátor, a pedálok, az ülés, a kormány és a a lámpa az, ami így fix jó, ami már nincs beködve, te természetesen az elektromos alkatrészek, viszont, viszont azok már fönt vannak a, a fenn vannak, nincsenek bekötve. Ö, nagy hibát követtem, el, sajnos nincs üzeim. Hát úgyhogy valami ennyit majd bontanom kell, viszont nem bírtam ki, hogy ne kezdjem el összerakni, ugye, és működő állapotba hozzam. Nincs, nem, nincs, nincs meg nincs por vagy de gumim a az, az első telókhoz, úgyhogy nagyon nem fogjuk amúgy se használni. Egyébként amúgy se az a tervem, hogy használni fogom, szóval, szóval, szóval jó. Ja. Ö, na, mit akartam? Ja, a kipufogó is fenn van egyébként. Ö, úgyhogy ezek így, így fönn vannak. Így, így. A tank az nincs, ami nincs fenn a tank, meg ezek az oldaldekni, meg a meg az a felső, ö, az nincs fent. Úgyhogy a sárvédő sincs hátsó, még teljesen rögzítve. Úgyhogy tényleg egy ilyen 60-70 százalékos állapotban vagyunk. Gyújtás nincs állítva, vagy karburátor ki van pucolva. Ö, motort megnéztem, jónak tűnik. Ö, kompresszió van. Mit mondjak még róla? Hú, gondolkozok. Nincsen bevezetékelve, nincsen ö, bekötve a benzincsőt, benzincsap nincsen, úgyhogy vannak gondok itt még, de dolgozok rajt. Erről egy mondom, egy hosszabb videó lesz mindenképpen, mert felvettem az egész folyamatot. A, valószínűleg lehet ilyen time -lapse szerűen lesz egyébként az összerakás. Lehet, hogy megvárom teljesen a teljesen összerakjam, és akkor azokból a videókból rengeteg egyébként órákig tart. Tehát ezt nem akarjátok ti nézni órákon keresztül, hogy én babettát szerelek, rakok össze. Úgyhogy egy, lehet, hogy egy ilyen teljes timelapse lesz, a vásztól el, egész a legvégéig értitek. Ja, akkor igen. így <kül> állunk. Egyébként szerintem remélem, hogy, hogy a héten még, tehát a hétvégén meg tudom csinálni azt, hogy, hogy el tudom indítani. Még dolgozni akarok rajt ma, esetleg szombaton. Ha nem is kerül ki róla a videó a hétvégén, de szerintem a hétvégén már indítható állapotban lesz. A terv egyébként az vele, többen kérdeztétek, hogy hát nagyon csili, hát ez, hogy mi lesz vele. Hát Tudom, hogy ez egy, nem egy restaurált állapot azért, ez egy felújított állapot, tehát azért ez nem, nem, nem beszélhetünk arról, hogy ez nagyon nagy értéket képvisel, viszont ö, olyan értéket szerintem képvisel, hogy azért ritka az ennyire szép állapotú Bobetta, és én ennek az állagát nem is szeretném rontani semennyire, tehát én nem fogok vele menni. Ki fogjuk próbálni, megyünk vele próbakört, csinálunk külső felvételeket, leteszteljük, természetesen hibátlanul működjön motorikusan és elektromosan minden hagy. Viszont utána szerintem annyi lesz, hogy visszajön, letörölöm róla a port, az utca porát, amit épp akkor szerzett, azon a három kilométeren, mert nem akarok több edveleténynek, és én úgy, így, a, így ebbe az állapotába, hogy gyakorlatilag úgy nézzen ki, mint egy null kilométeres, jó, tér tudom, hogy nem, mert mit tudom én, valahol azért van rajta egy kis szöszmösz, meg minden, azért nem egy olyan, mint egy teljesen zsirúj, de hasonló. Az ülés is természetesen meg lesz csinálva, nem olyan lesz. A, és szerintem abba az állapotába fogom ezt felpattintani, valahova is eladni, ahogy, ahogy ez, ez, ez éppen, éppen látja, eh, ahogy elkészült, tökéletesen. Mert igazából lehet venni persze eh, x összegért babettát, de szerint, így az átlagnál azért szerintem egy picit többet ér úgy, hogyha teljesen azért makulátlanra meg van csinálva. Jó! Ennyit akartam, FS videókról, FS tudom, hogy nagyon-nagyon késik. Ú egyébként ott láttok még egy vázat, meg itt milliónyi kereket, meg ott is kereket, meg itt is egy Bobettot, úgyhogy itt még olyan projektek lesznek, egyébként olyan hatalmas ötleteim vannak, gyerekek, hogy ezt el nem tudjátok képzelni, és azzal is akarok beszélni. Remélem, hogy ö, azt meg is hallgatjátok akkor. Na, FS, gyorsan le tudom, mert biztos, hogy kérdezitek. Lesz FS videó, ne haragudjat, nem fogom abba agyni, nem, semmilyen körülmények között. Olyan ötleteim vannak, hogy, az, hogy a fületek kettéján, ha elmondanám, de nem akarom elmondani. Jó, tényleg, brutál, olyan ötletek vannak az FS-ben, hogy, hogy, hogy ha tudnám, ha lenne idő megvalósítani, már szerintem, izé, már szívrólmat kapnátok. Tényleg, olyan hatalmas változások lesznek az RP sorozatban, hogy az őrület, tök jó, itt van fejben minden, csak idő fel kell venni, nincs annyi időm, értitek, mert dolgozok, érkezek, szerelek, videó, izé, este éjfélkor fegvés, semmire, semmire soha idő, nincs. Ja, és tényleg. Babetta blokk szét Na, egyébként ott van az a tisztol meg a gyújtótrafó egybeépített verzió. Úgyhogy már felvilágosodtam. Na, fú, beszéljünk még akkor másról, mert egy csomó mindenről akkor már beszélnünk kell, gyerekek. Ö... ugye, mi ez? Red. Lesz egy Red Babetta. Le legyen itt, jó? Képzeljük el, hogy az a Red Babetta. Red Babetta, ugye, amiről beszéltünk, ő is fog készülni Na, olyan ötleteket, eszközünk, hogy, hogy, hogy egy, hogy egy, szerintem egy nem Magyarországon, hanem egy, 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 világviszonylatban egy, egy különlegesség lesz, egy kuriózum. Ha már egyszer megcsináljuk, akkor mindenképpen legyen nagyon brutális. amik játszani fognak rajta. Egy az, hogy red stílus, de nagyon brutál red stílus. Olyan red stílust akarok, például ez az dekni. Dekli, ez a, ez a takaró lemez, ezt tíz évből akarom lehajtani. Olyan rozsdás lemezből, amelyik már van lyuk, lyuk, lyukadva, tehát nem eredetit fogok felrakni, akkor kicsit átmegyünk Mad Max irányba, a jáva ahol van, és, vagy nem is a jáva feliratnál, hanem az egész tanknál, majd úgy lesz megoldva, hogy egy hatalmas med, másik oldal egy Max felirat, ki lesz maszkolva, ki, le lesz Brigiciolozva, nem erről beszélünk, hanem a potkányba bobettáról tudjátok. És akkor egy Mad Max felirat is fel lesz polírozva, az is <laughs> nagyon ott lesz, de ami nagyon-nagyon ütni fog szerintem, az kettő dolog. Az első, ami mindenképpen meg fog valósulni, mert már megvan hozzá minden, a, a bobetta <laughs> elrájdos lesz. Igen. Igen. El, 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 úgy, úgy kell elképzelni majd a babslit, nem lesz tender. Uh, hanem le lehet engedni konkrétan padlóig, ugye természetesen hogy ha eljött, vagy uh, addig, amíg, hogy ne érje el a kipufogót, ide be fogunk valahova szerkeszteni majd kettő darab uh, talpat, vagy két ilyen ütközött, amire gyakorlatilag, ugye, hogy leengeded a gépet, akkor rá fog koppanni, uh, és fel lehet emelni, ha indulsz. Tehát nem is lesz standard, hanem mindenképp úgy tudsz vele parkolni, hogy tökig leengeded, érted? És úgy tudsz elindulni, hogy fölemeled. <laughs> Úgyhogy se sztender, se semmi, mindig úgy parkolsz, hogy leengeded. Földre engeded konkrétan a babettát. Ennyi. A másik dolog, hogy nagyon nézegetek és itt fel, is a figyelmét valakinek. Nézem, nézem egyébként a hirdetési oldalakat, de nagyon nem akarnék komplett motort megvenni. Ugye a pitbike van az a 125-ös körüli, mert valamikor kicsit eltérnek tőle, én láttam 120 asot meg 140, vagy nem tudom, elég furad ö, ö, verziókat. A négy ütemű motor, ami elég kompakt, ugye? És mondhatni, hogy majdnem plug and play csereszavatos lenne a Babetta motorral. Ami adna neki egy iszonyat brutál hangot Köpni a lángot, mint a szar Meg még ráadásul erős lenne, mint a biva És még mindig ugye, a patkány babettáról beszélünk Tehát a patkány babetta elrájdos lenne És ha sikerül, szeretném egy 125 köpcentis négyütemű motort Mindenképpen négyüteműt, hogy tudjátok az a hupogós tup, 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 tup. Az, a, az a hang legyen, tudjátok, egy henger, négyütemű Tudjátok, az arra dini nem tudom, kell, üssétek be pitbike, négyütelmű hang, sound, meg fogjátok hallani, miről beszélek, aki még nem, nem látott olyat. És azokból van elég kompakt motor, egyébként nem annyira drágák. Hozzá lehet jutni már, én nem érdekel se a kaszni, se semmi, csak a blokk. Hozzá lehet jutni már elég olcsón ezekhez a motorokhoz, mivel ugye ez tényleg egy ilyen játszós pici motorok, amik igazából sok mindenre nem jók, max csapatni velük az erdőbe. Na, ö, olyat kellene szereznünk. És itt hívnám fel a figyelmeteket, ha valaki tud, 125-ös körüli pitbike e, e, engine-t, azt a szép kis kompakt, nagyon pici motort, 125 köbcent is, négyödeműt, mindenképpen ez érdekelne, hogyha tudtok, van eladó akármi havernak, akárkinek, ismerősnek, vagy valakit valahol láttál a neten, bárhol, jöhet az ötlet, nem horroráron, tehát nem fogok venni több százezer forintért, hanem csak a motor, csak a blokk szépen érdekel, mivel már ilyen motorokat ugye lehet venni, ki százezer forint alatt, úgy úgy, euh, senkiképpen ne ízéket írjatok olyanokat, amik több százezer forint, mert az, az a Red Babetto az egy, az egy inkább egy ilyen a csatorna Kabalája lesz, és igazából működjön természetesen, de ugye például olyan közlekedésben nem fogjuk tudni kivinni a 125-ös motorral, meg értitek. Na mindegy. Ja, és nem más motort, más engine, ne ajánljatok, nem fogok berakni MZ-t, meg, meg SIMSZA motort semmilyen körülmények között, semmiképpen nem két üteműt fogok be, mindenképp négy üteműt. Ha tudtok négy ütemű, kompakt méretű, 125 körüli motort, nagyjából plug and play, nem muszáj pitbike motornak, tényleg eladót várni, akkor írjatok, jó? És ne írjátok, hogy 600, meg hajabusa, meg 1100, meg akármi, Nem hülyeségeket írjatok, hanem tényleg ez, ez, a, ez a terv. Na, akkor a, 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 a ugye a patkány a kicsit men meg stílusba fog átmenni, sok lesz rajta felpolírozott rész, viszont sok lesz a még több lesz a rosda, tényleg nagyon extrémre akarom csinálni, és akkor már legyen elrájt, és akkor már legyen egy 125-ös négyütemű puk, puk, puk stílusú, mármint mint ilyen hupogó stílusú uh, engine benne, akkor már legyen nagyon-nagyon disznó, legyen, 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 nagyon flagma. Na, ennyi lett volna, bocs, hogy a babettát mutogatta meg ez végig. Itt alkatrész az van belőle, van dögíve, úgyhogy akkor majd tudunk vele mókolni. Ő nagyon várom, azért is akarom őt összerakni hamar, mert... Uh mert akarok foglalkozni már a, rette, és nem őt fogjuk megcsinálni, lehet, hogy ő is patika lesz, meg fogom csinálni, ha nem is lesz annyira videóról, csak néha, mert euh, őt, őt, sajnálnám. Ha lehet, hogy összerakunk, akkor egyet érted, van itt alkatrész dögivel. Na, akkor köszönöm szépen a figyelmet, Léci, írjatok kommentet bármivel kapcsolatban, bármilyen, mármint úgy értem, hogy ő vele kapcsolatban, FS-sel kapcsolatban is, ér. de leginkább a ret. Euh, Bobetta érdekel, hogy mi a véleményetek róla, meg ha tudtok tényleg, akkor négy ütemű engine, az jöhetne. Na, köszi szépen figyelmet, jók legyetek, csumi, cső,